Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Két dolgot szeretnék bemutatni. Az egyik, hogy a KDN Live-ban megvágott videóink hangjával mit lehet kezdeni. Azaz, kivesszük a KDN Live-ból a hangsávot, azon javítunk és visszatesszük. Ez egy videotechnika, egy olyan elgondolás, hogy bizony legyen jó kis hang a videóink alatt. Nem lesz professzionális, hiszen egyrészt nem stúdióba vesszük fel, másrészt az anyagi kereteink is elég korlátosak, de egy picit tudunk javítani rajta, és utána visszatesszük ezt a hangsávot a KDN Live-ba. Tehát egy kis videotechnikával is foglalkozunk. A másik, hogy megmutatom, hogyan kell ezt fizikailag elvégezni, egy ingyenes Windows és Linux, illetve Mac alatt használható programmal, az Ocean Audio-val nézzük is meg, hogyan kellene ezt megoldani. Ha teljesen készen vagyunk a videó elkészítésével, az összes effekt, az összes vágás, összes hanganyag, amit bele szerettünk volna tenni, az megvan, tehát totál készen van, akkor mi a következő lépés? A hanggal kéne valamit tenni, azaz szeretnénk egy picit, egy nagyon picit jobbá, szebbé és kényelmesebbé tenni a hangunkat, azaz egy picit hozzá szeretnénk nyúlni. Első lépés, amit már én megtettem automatikusan, megnyomjuk a mentés gombot. Ez a legfontosabb, mert ha véletlenül összeomlik a gép, beletöröz, belebénázol, akkor nehogy már valami eltűnjön, lementettük a kész munkánkat. A következő lépés leképezés, és kiexportáljuk a kész hanganyagot, az egész hanganyagot. Milyen formátumban? Véleményem szerint teljesen mindegy, hogy milyen formátumban exportálsz. Én a WAV-t szoktam használni, tehát rákattintasz a WAV-ra, és oda kiexportálod, ahol a többi videóhoz tartozó dolgaid vannak, meg is mutatom, én ebbe a könyvtárba tartom az összes anyagomat, ami ehhez a videóhoz, illetve a többi videóhoz éppen kell, azaz egy meghatározott helyre leképezed ezt az adott hangot, csak a hangot, tehát kiválasztod a hangok közül az audio only felkiáltás közül, az, ami éppen tetszik, én a WAV-t használom, leképezés fájba elindul. Várakozás után, megfelelő időszak után elkészíti neked a hanganyagot. Ez egy olyan 30 perces videó, igazából nem sok vágással, így egy perc alatt el szokott készülni. Itt sajnálatos módon az audio exportnál pontosan kizárólag és csak is egy magot használ. Itt hiába állított be az, hogy több magot használjon, egyet fog használni az exporthoz. Hát ez így van, el kell fogadni. Egyébként egy-két perc alatt kicsapatja a hanganyagot, és boldogan fogjuk tovább ezzel a hanganyaggal a munkánkat folytatni, hogy egy kicsit jobb legyen, hiszen akár a mikrofonunk, akár a különböző audiofájlok, amiket beletettünk, azok változó minőségűek lehetnek, változó hangerejűek lehetnek, és szeretnénk ezt valahogy úgy összehozni, ne az elején üvölcsön a felvezető zene, a fél után, amikor már fáradtan beszélsz, és nagyon halk a szöveg, akkor nagyon halk legyen, amikor újabb részt veszel fel az elején, még lendülettel, hangosabban beszélsz, akkor bizony ezeket össze kéne egy kicsit hozni. Hát el is készült, gyakorlatilag pár másodperc alatt elkészült a feladatot, bezárjuk, és megint nyomunk egy mentést. Igazából itt már újabb mentésen nincs szükség, de én ahányszor itt felvillanik, hogy mentés lehetőség van, leszoktam menteni. Az első feladatunk természetesen az, hogy megnyitjuk a kedvenc audio szerkesztő programunkat teljesen. Ezt szó szerint vegyétek, teljesen mindegy, hogy melyikkel vágtok, melyikkel készítitek el ezeket a minimális hozzányúlásokat a hangfájhoz. A legtöbb ez biztosan tudja. Hát én az Ocean Audio-t mutattam be abba a videóba, aminek a hangját egy kicsit megváltoztatom, akkor természetesen most azzal fogok vágni, ráhúzom a kész kiexportált hangfájt, és belenagyítok, nagyon belenagyítok, kimegyek a végére, még jobban belenagyítok, és end gombbal eljutok ide, kijelölöm a legutolsó részt. Észrevettétek, mindig van egy kis üres rész a videóim mögött, akár a vágó programban is majd megnézhetjük, hogy hol van. Ennek az az oka, hogy esetleg későbbiekbe oda be lehessen illeszteni valamilyen feliratot, a
YouTube-ra kerülnek az a 3-4 kis videó, ami rákattintva a többihez oda tudsz ugorni, ott alatta van valami kis hangfájl, természetesen ott nincs beszéd. Nincs beszéd, de a legtöbb mikrofon, legtöbb időzőjeles szobai stúdió, nem stúdió szoba, hanem szobai stúdió, ahogy látjátok itt, teljes csönd van, és mégis mozog a felvételi kis csuszkák, felvesz zajt, a géped megy, te lélegzel, az autók mennek kint, nálunk a kutya ugat a szomszédba, ilyen zajokat, háttérzajokat felvesz folyamatosan. Természetesen ezeket érdemes kiszűrni, hát első körben azt a csendet kijelölöm, megkeressük a hatások közül a zajcsökkentést, a zajcsökkentésre kattintunk, és profil megszerzésére kattintasz, és ennyivel el is kell érni azt, ami számodra fontos, lesz egy zajprofilod, és utána Ctrl-A-val az egészet kijelölöd, és utána hatások, zajcsökkentés, és zajcsökkentésre kattintasz, és alkalmazni fogod, és szépen le fog futni a zajcsökkentésed. Ez igazából egy normális szobába, ahol nincs nagy zaj, nem lesz égbe kiáltó változás, egyszerűen csak annyit tesz, hogy a zajprofilt, amit te elkészítettél, annak nagy részét el fogja tüntetni. Egy picit zajtalanabb lesz a videód. Igazából természetesen ennek akkor van nagy jelentősége, hogyha gyengébb mikrofont veszel, mondjuk Tesco gazdaságos, ami nincs semmi minőségi alkatrész, ráadásul Kínába készült, ott is a legolcsóbb gyárba. Elő szokott fordulni ilyen ide csiptethető kis mikrofonocskák, nagyon jól néznek ki, kis állványon lehet kapni 2000 forint, és akkor mindenki boldog lehet. Hát maradjunk annyiba, hogy jó, azok is jók, de azért, hogyha egy 20-30 ezer forintot rá tudsz áldozni, és sok videót készítesz, akkor már kaphatsz normálisabb mikrofont, és az enyém is 15 ezer forintos mikrofon. Én ezt kollega ajánlotta, neki is ilyenje van, és bizony elégedett vele. Következő lépés, Ctrl-A, és összenyomjuk az egészet minél kisebbre, összenyomjuk, hogy az egészet lássuk, és mit fogunk csinálni? Le fogjuk vágni ezeket a kiugró pöcköket, amik olyan erőteljes hanghatások, egy P betű, egy T betű, egy erőteljesebben megnyomott B betű, amit a popfilter nem fogott meg. Hát bizony ezt mivel fogjuk kivégezni, letarolni, természetes hatások, és mivel a berakott VST pluginommal, amit én nagyon szeretek, a klippel, és rá kattintunk, és itt látjuk azt, hogy bizony megjelenítettem a képet, és elindítom, megnézem, hogy hol vág le, és lehet hallani is egyébként a háttérben a zenét, ez egy kicsit magas, akkor lejjebb húzzuk, hogy azok a kiugrások onnan eltűnjenek, illetve a csúcsokat levágjuk. Ez azért is kényelmes, mert akkor nem lesz túl vezérelve a hang soha. Le is állítom a lejátszást, ne menjen a háttérbe, és alkalmazni rá a nyomok, és el fogja végezni. Egy kicsit hosszabb, hiszen azért itt az egész audiofájlon végig kell menni. Meglátjuk, hogy mennyi tüske tűnt el, nagy része tűnjön el, nem kell teljesen simára húzni, tehát arra nagyon figyelj, hogy nem egy monoton hangra akarod vissza butítani a hangot, hiszen a hangnak azért van dinamikája, egy kicsit hangosabban, egy kicsit halkabban beszélünk, és azért a P, a T, meg egyéb ilyen betűk azért élőbe is egy beugrások a fülünkbe, és utána nagyon szépen megoldható, hogy azért ne legyen durva, és túl nagy kiugrások a audio fájba. Látható, szépen meg is oldódott, és le is halkult ezzel egy kicsit a hangfájlunk. A következő lépés erősen vitatott dolog, de én szeretem a hangminőséget, a hangszint egy picit megváltoztatni, nyilván ez az én saját hangomhoz összeállított gondolat, azaz a mély basszus hangokat egy picit megemelni, hogy egy picit férfiasabb, kellemesebb hangom legyen, ne olyan, mint valóságban. A hatások közül, a kiegyenlítő közül a 31 sávos hangszín szabályozót, az equalizert keresem elő, és alapbeállítások között
kétféle előre beállított dolog van, a V-forma, illetve a fordított V-forma. Gyakorlatilag én természetesen a V-formát szoktam, hogy ezt és ezt a szint hangot följebb emelje egy kicsit, kellemesebbé teszi a hangomat. Hát nyilvánvalóan meg is lehet nézni, nyilvánvalóan bele is lehet hallgatni. Arra nagyon figyeljetek, és egy kis kitérő. Ha a Pulse Audio effektet használtok, mikrofonból való felvételnél nagyon gondoljátok meg azt, hogy előre az effekteket belerakjátok-e a hangfelvételbe, azaz a Pulse effektnél a mikrofonhoz rendelt résznél beállítjátok az equalizer, a akármilyen egyéb normalizálást, bármit, mert utána, hogyha az nem sikerül olyanra, amilyen neked tetszik, akkor már biztosan nem tudsz rajta javítani, csak rontani tudsz. Én azt szoktam elkövetni, talán valahol már említettem, hogy a mikrofonban naturba veszem fel a hangomat, se előszűrés, se egyéb nincs, és utána ezzel a módszerrel egy picit javítok a hangzáson, azaz alkalmazni fogom ezt az előre beállított szép sémát. Vannak olyan programok természetesen, ahol 30-40 féle ilyen beállítás van, én ezt használom, ez bőven megfelel nekem. Majd miután ez lefutott, egy kicsit változik a hangképe, tehát ezek a kis hullámvonalak, hangereje egyebek, és lépünk majd tovább, megvárjuk, hogy véget érjen. Igen, látható, újra kiszőrösödött a dolog, ennek örömére hatások a VST-ből, bevrókjuk a klippet, a vágás, de most természetesen nem vágunk olyan durván, mint az előzőekbe, hanem csak a valóban a tetejéből vágunk le. Egy ilyen 80-90%-os beállításnál ez már eléggé alkalmatos arra, hogy ezek a nagy szőrök, a kiugrások, amit szerintem az equalizer erőteljesen kilökött oda, de lényeg az, hogy ezeket le fogjuk vágni, alkalmazásra nyomunk, és pár perc, pár másodperc a hossztól függen, ez egy fél órás anyag, tehát ehhez viszonyíthatjátok a gyorsaságot, egy perc alatt szépen le fog futni, eltűnnek ezek a kis csúcsok, a kivezérlések, a túlvezérlések esetlegesen, és már egy jó minőségű hangot fogunk kapni, és még egyet lépünk vele, és utána el is készül, és ki fogjuk exportálni. Mindjárt vége lesz odáig, igazából beszéljük meg, hogy azért csináljuk ezt, hogy jobb minőségű, picit jobb minőségű hangunk legyen. Nyilvánvalóan, akinek stúdiója van otthon, komoly stúdiója, az már előtte be tudja állítani hardveresen is, de én ezt sajnos nem engedhetem meg magamnak, így bizony ezt a lehetőséget kellem kihasználni, hogy utólag szoftveresen javítok egy kicsit a hangon. A hatások közül mit fogunk csinálni? Egy normalizálást, hogy a maximális értékig kinyomja a hangot, és minden a lehető leghangosabb, de nem túlvezérelt minőségbe érkezzen meg. Én vissza szoktam venni 95%-ra a normalizálást, tehát nem megy föl teljesen a legmagasabb szintig, a leghangosabb, nehogy túlvezérelt legyen, hogyha ezt nézitek, nehogy beletolja a vörös tetejébe a hangnak az erejét, a decibelét, de hát nyilvánvalóan itt százalékosan meg lehet adni, de decibelbe is meg lehet adni. Egy fél, egy decibel legyen a maximumtól visszavéve, és egy alkalmazásra nyomunk. Alkalmaz és le fog futni szépen lassan, és utána már megfelelően felhangosított, megfelelő minőségű hangunk van. Ezután ízlés szerint lehetne még a limiter klipként, G-klipként fut ez, futtatni, de én azt mondom, hogy azért a hangnak legyen egy dinamikája is, és azért ne egy monoton hang legyen, amit én előadok. Oké, ennyi. Mi a következő? Rányomunk, hogy file, és mentés másképp, és az eredeti hang helyett én bizony azt mondom, hogy ide kerül egy V betű, azaz vágott, ami nem teljesen igaz, hogy vágott, de ez lett a neve, őt be fogjuk csukni, és ezzel elértük azt, hogy kettő darab audio fájlunk van, van az eredeti, és van egy vágott, tehát egy picit javított
hanganyagunk, amivel mi már dolgoztunk. Miért kell más néven elmenteni, vagy nem ráiratni, tehát nem rámenteni az eredetire, azért, mert hogyha véletlenül meggondolnád magad, és valamit még szeretnél rajta változtatni, vagy túl változtatod, túl variáltnak fogod hallani, amikor meghallgatod a kész videót, akkor bizony kényelmesebb az eredetihez visszatérni, mint esetleg a javítottból, megint valami javítottat csinálni. Nem variálunk mi ennyit. A következő lépés nagyon egyszerű. Első körben mit teszünk? A sávokat, audiosávokat kitöröljük. Azért töröm ki a kettest is, mert azon is voltak ilyen beillesztett hangok. A második hangsávba is, vagy illetve a második sávomba is, így bizony azokat is kitörlöm, és törlöm a sávot is, amin a hang is volt. Itt már nem kell avval törődni, hogy a videó és az audio hangot, illetve a képsávot szétválaszd, mint ahogy szoktuk menet közbe, hogy mondjuk az audio részét, tehát a hang részét kitöröljük, és más tegyünk alá, vagy a képet töröljük ki, a hang marad, és oda kerül egy kép. Itt nem kell szétválasztani, hiszen magát a sávot fogjuk kitörölni. Na hát a következő lépés természetesen az, hogy mivel az összes hangsávot kitöröltük, gyorsan egy sáv beszúrását teszünk, audio tracket fogunk hozzátenni, és alá fogjuk tenni. Érdekes mód, a fölét lefordították, de az alát nem, na hát mindegy, és leokézzük, meg is van az audio sávunk, megfogjuk azt a hangsávot, amit javítottuk, szépen ráhúzzuk ide, és megvárjuk, hogy lefusson, 30 perc, 48 másodperc, fogjuk, alá tesszük, és üres hely eltávolítása, és látjuk, hogy a vége illeszkedő, és itt lehet látni, hogy ahol a zaj mintát innét vettük fel, nyilvánvalóan a mintát az teljesen eltüntette, és itt teljesen néma lett. A másik gondolat, arra mindig figyeljetek, hogy audiovágást mondok folyamatosan, de ebben az esetben nem szabad belevágni a hangsávba, az Ocean Audio-ba vagy az Audacity-be, hiszen akkor rövidebb lesz, elcsúszna a hang és kép. Itt nagyon-nagyon kell figyelni, és arra is figyeljetek, bár nagyon-nagyon ritkán fordul elő, és hosszabb, bonyolultabb hangoknál, különböző komolyabb beavatkozásoknál előfordulhat, hogy egy órából pár másodperc mínusz-plusz lesz, tehát egy kicsit kilóg a hanganyag ide, vagy egy kicsit rövidebb lesz, az már úgy nem túl esztétikus, főleg akkor, hogyha vannak olyan váltások, képváltások, amikor a hang és a képnek totál szinkronba kell lenni, de hát ennél például nem, meg ráadásul pontos is lett. Következő lépés. Mi a következő lépés? Mentés. Ezt szokjuk meg, hogy mentés, 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 és esetleg leáll a gépünk, áramszünet van, vagy lefagy a program. Nem szokott, az új KDN Live nem szokott lefagyni, de azért maradjunk annyiban, mentés, fontos dolog. A következő lépés természetesen az, hogy ha lementettük a kész munkánkat, biztosak vagyunk benne, hogy akármi történik leképezés közre, akkor van egy mentésünk, és vissza tudjuk állítani az eredeti állapotot. El kell készíteni a videót, leképezés, kiválasztjuk azt a formátumot, amit kell, számomra ez a megszokott formátum, megnézzük az egyéb opciónál, hogy be van-e állítva a 12, tehát összes magos, és leképezés fájba, ennyi. Nem volt túl nagy feladat, oda kell figyelni arra, hogy a videó elkészítése, tehát a vágás után az egész audiosávot kiexportáljuk, avval valamit csinálunk, hogy ki mit csinál, egyéni dolog. Én leszoktam vágni a kiugró részeket, hogy ne legyen túlvezérelt, a következő lépésbe kap egy kicsit szebb hangtónust, mint az enyém, majd azt normalizálom, hogy ezek után valaki még egy limitert lefuttat, hát az az ő dolga, hogy utána megint normalizálja, az az ő dolga, tehát vannak ilyen lépések, amiket érdemes megcsinálni, de mindenképp a G-clipet vagy limitert más programba úgy hívják, tehát a tüskék levágását tegyük meg, majd utána normalizáljuk fel normális, tehát teljes hangerőre az anyagot, és utána azt lementjük másik fájlba,
ha lehet, ez egy apró trükk, ugyanazt a file formátumot használjátok, hiszen előfordulhat, és ez tapasztalat hosszabb hanganyagnál egy tized másodperc, másodpercek, vagy esetleg 5-10 másodperc hossz változás is előfordulhat konverziónál, tehát hogyha a WAV formátumban esetleg MP3-asból vagy MP3-asba alakítotok át, akkor egy picit a hossza megváltozhat, és azért videónál ez nem túl egészséges, így bizony én ugyanazt a hangformátumot szoktam használni. Nagyjából ennyi, hát nem várjuk meg, hogy lekonvertálja, hiszen az audiovágásról beszéltem, az volt számomra a cél, hogy úgy megmutassam, hogy az audio vágás, az hangszín, a hangminőségnek a javítása milyen egyszerű ezzel a programmal. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!